Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, rádió hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Már javában tart a parlament tavaszi ülésszaka. Melyek azok a fő kérdések, amelyek az elmúlt időszakban a képviselők elé kerültek? Szokványos parlamenti munka zajlik. Ez azt hiszem, hogy rengeteg részletkérdést tartalmaz. Talán amit ezek közül ki lehetne emelni, az, hogy az Európai Unió által támasztott, a bizottság által támasztott különböző feltételeknek megfelelő jogszabályokat fogadtunk el azért, hogy ne legyen vita az uniós támogatások folyósítása körül. Hát ez a vita, ez közismert, és mindig újabb és újabb feltételekkel állnak elő, újabb és újabb mérföldkövekkel. Hát ez egy elgondolkoztató egyébként, hogy meddig húzzák ezt a dolgot. Magyarországnak ezek a források járnak egyébként hitelből, fedezi az Európai Unió ezeket a támogatásokat, amik még a Covid utáni időszak helyreállításához kellettek volna, de látszik, hogy a magyar gazdaság egyébként helyreállt a Covidból, és a jó pár szabály, amivel foglalkoztunk, pedig a kialakult háborús helyzetet érint, illetve a megélhetést rezsit. Most pedig előttünk van a költségvetés, a jövő évi költségvetés. Ez teljesen eltér a korábbiaktól, hiszen viszonylag magas infláció mellett egy olyan gazdasági környezetben, ahol jó néhány nagy gazdasági partnerünk, így például a németek gazdasági recesszióba kerültek, illetve itt van a közvetlen szomszédságunkban az ukrajnai ukrán-orosz háború, ami komoly terheket ró az EU tagállamaira, az unió tagállamaira. Van, aki fegyverekkel támogatja ugye Ukrajnát, Magyarország egy rendkívül nagy szociális menekültügyi segítséget nyújt, ez mind-mind pénzbe kerül, és akkor ehhez képest kell elfogadni majd a költségvetést itt a elkövetkező időszakban, remélhetőleg július elejére ez is meg fog történni. Ütemesen folyik a Honvédelmi Bizottságban is a munka, amit lehet tudni a részletekről? A Honvédelmi Bizottság munkájának egy része az zárt körül, tehát arról nem tudok tájékoztatást adni, de meghallgattuk például az új vezérkari főnököt, ez a sajtóban is megjelent ez a hír. A Honvédségnek az átalakítása zajlik most, hiszen itt a Kárpát-medencében az 1968-as csehszlovákiai megszállás óta nem volt különösebb katonai mozgás. A délszláv háború ugye az tulajdonképpen kívül esett a Varsói szerződésen, és kívül esett a szűkebben vett térségünkön is. Nem is a határaink mellett zajlott, hanem mint kicsivel beljebb. Tehát, hogyha ezt leszámítom, akkor ez egy békeövezet, és most látszik az, hogy idejére egy háború egészen közel van hozzánk. Kilométerbe távolinak tűnik, de hogyha valaki alaposabban megnézi, tudjuk, hogy a szomszédba folyik, több mint egy éve folyik, hihetetlen emberi szenvedést, anyagi károkat okozva, és emiatt a Magyar Honvédségnek is és az egész országnak alkalmazkodnia kell ehhez a helyzethez, hiszen ahhoz, hogy békében tudjunk élni, az egy erős hadsereg is szükséges. Milyen nyár elé nézünk mezőgazdasági szempontból? Mit lehet látni előre? Hát biztatóak a kilátások. Most, hogyha szétnézünk a határba, én éppen tegnap voltam, hát sok csapadék volt, jól fejlődnek a növények, és úgy látom, hogy ilyen facsemete ültetések alkalmával is ezt tapasztaltuk, hogy a tavalyi történelmi asszály kapcsán ugye a hiányzó talaj nedvességet pótolta a Jóisten, pótolta a természet, tehát olyan mennyiségű csapadék jött, hogy ez, vannak olyan mérőjek, hogy 600 mm jött le tavaly szeptember óta, hogy ez biztató, mert a növényeknek szükséges a napfény, a nitrogén, és hát a víz is a fejlődéshez. Én bízom benne, hogy egy sikeres év lesz, csodára nem lehet számítani, és azért vannak kihívások, hiszen az, hogy megnyílt a határ az ukrán gabona olajos magvak előtt például, az árakat lejjebb vitte, sőt levitte egy olyan szintre, ami már a termelést is, a termelés gazdaságosságát is veszélyezteti.
tárolási problémákat is jeleztek. Én azért optimista vagyok, most a uniós támogatással, illetve a határnak a lezárásával sikerül elén az, hogy ne az Európai Unió piacát árassza el ez a plusz ukrán gabonamennyiség, hanem jusson el oda, ami miatt, akik miatt eleve meg lett nyitva a határ, az afrikai éhezők, nélkülöző emberek részére jussanak ezek a segélyszállítmányok. Nyilván kialakult egy fekete piac is, kialakult egy határon átívelő gazdasági együttműködés, hogy a, ki tudja milyen minőségű mérgezett, úgy értem, vegyszerrel túlterhelt, régi, lejárt időtartamú növényeket hoztak be, hoznak be, gabonaféléket elsősorban. Hát ez az állatállomány számára is kockázatot jelent, amivel fölötetik, és nyilván az emberi egészség szempontjából is probléma. Tehát ezt ugye valahogy egyensúlyba kell hozni a uniós piaccal, azon belül a magyarral is. Ami a tárolási felvetéseket és gondokat illeti, én úgy látom, én optimista vagyok ebből a szempontból is, hogy egyrészt fogy annyi termény, hogy a aratás után el tudjuk tárolni azt, ami megtermett, meg vannak olyan busz raktárak, vannak olyan igénybe vehető létesítmények, amelyek erre a célra alkalmasak. Tehát, hogyha van egy kereset a piacon gabonatárolási lehetőségre, akkor szétnéznek azok, akiknek olyan ingatlanaik vannak, hogy erre alkalmasak vagy alkalmassá tehetőek. Itt korábban is volt már olyan probléma 2010 környékén, hogy ketyeg egy búzabomba, 1 millió tonna marad benn, veszélyezteti a tárolást. Mindig is van, akinek gondja van a gabona elhelyezésével, tárolásával, de a végén mindig meg is oldódik. Tehát én úgy látom, hogy ez sikerül, és sikeres év tud lenni, azért még sokszor kint alszik. Ez azért is fontos, mert ugye Ukrajna Európa éléstáraként is felfogható, a világ cseh mozgyom, tehát humuszban gazdag föld területeinek 60%-a van ott. Ez egy nagyon jó termőképességű föld, és onnan el tudja látni fél Európát. De hát most nem tudtak úgy vetni, mint ahogy szoktak. Tehát a idei évben már nem lesz olyan nagy készletük, mint korábban, hogy exportáljanak. Tehát ez a magyar gabonágazat szempontjából is a túléléshez szükséges, mert egyébként nagyon komoly gazdaságossági problémákkal küzdenénk. Ez pedig megélhetést jelent, ez az árakban is megjelenik egy idő után, tehát a saját élelmiszer bázisnak, élelmiszer termelési bázisnak a fenntartása az egy nemzetbiztonsági, egy igazi nemzeti érdek. Miniszter úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!